Sziasztok srácok! Én Alcatraz vagyok, és ez itt egy újabb Drakenzenges videó lesz. Nos, rég volt már. A változtatásokról annyi, hogy szinte semmi nem változott. Nem tudok köztesbe menni, valamint már a küldetések is elfogytak 43 szint vége felé. Hát mi hamarabb el kellene érjem a 44-es szintet, ahhoz azonban elég nehéz lesz, mivel nincsen csoport se, és akkor egyedül meg nem nagyon bírom a közteseket. Na de ma feljöttem, gondoltam, megcsinálom a napi bónuszt, és láttam, hogy új hold event van. Annyira nem vagyok tisztában azokról a dolgok, hogy mikor milyen event szokott lenni, de hát most szerencsém van, és hát elég hamar feljöttem, és megláttam, hogy új hold event van. Nem kizárt, hogy már azelőtt is új hold event volt, de na most jöttem vele, és most láttam meg. És hát ezek a tucok igazából szerintem szarok, de azért érdemes őket megszerezni. Mondjuk ez az i, ez az egykezes, ez azért valamire használható lenne, hogyha nem lenne jobb, de minden esetre meg lehet őket szerezni. És hogyha már feljöttem, akkor gondoltam, megcsinálok egy videót. És szférákat, pont van egy szférám is, fájdalmasra szükség van egy karabosza tündérkarmára. De szerintem ezek a tucok feleslegesek, de mondjuk esetleg, hogyha lenne hozzá bónusz, akkor egy picivel jobb lenne. Meg igazából már megvan ez a ruha is, annyira nagyon nincs miért küzdenem. Majd talán a későbbiekben, mikor nagyobb szintű leszek, akkor igazából csoportban mindig is jobb játszani. Tehát egyedül egy picit nehezebb, csoportban már egy picit könnyebb. Minden esetre a sárkány pénz az fontos, és minden egyes eventnél szerezhetnék egy jó pár sárkány pénzt, így is van 2600, és hasznosan fel lehet neked használni. Minden esetre a küldetéseket azért felveszem. Nem tudom, hogy össze fog-e jönni egy lehívó, de hogyha van egy lehívó, akkor én azt megpróbálom kinyírni a srácot. Na hát itt úgy látom, kész is van egy küldetés. Aha, és kaptam egy amfora kulcsot, amit mindjárt elhasználunk. Egy darab bement haladás, az igen. Én még meg kell védeni azt a szüzet is. Úgyhogy hát van mit csinálni igazából. Már annyira nem köt le a játék, mint régebben. Akkor még szinteztem, és akkor elendő volt küldetés, meg volt mit csinálni. De minden esetre nem fogom feladni, aztán majd hát, hogyha valahogy valamilyen úton mondan elérem az 50-es szintet, és akkor már egy picit jobb lesz az egész. De ahogy elnézem, elég nagyon-nagyon sebeznek. Nem gyengék ezek. Én sem vagyok annyira gyenge, de azért elmegy. Szóval meg kell lesz ölni karabosszát, meg kell lesz védeni ezt a szüzet ott fent. Mert tartalommal lesz igazából a videónak. És remélem, hogy lesz egy lehívó. Gyert megnézem, hogy mennyinél ad egy lehívót. Na srácok, hát 20 tündér tűzjutalma a lehívó. Szóval nézzük meg egy darab mennyit ad. 5 darabot. Hát az szerintem simán meg lesz, igazából van most nálam még 237, és szerintem nem csak egy lehívó lesz, hanem lesz több is. Még emlékszem rá, amikor legelőször csináltam erről az eventről egy videót, akkor még más volt a helyzet. Úgyhogy most is más lesz. Annyi, hogy igazam lett, végül is szférát nem nehéz gyűjteni. Viszont már idegileg ezt az egészet, hogy nincsen küldetés, meg ilyesmi, ezeket már nem annyira lehet bírni. Minden esetre azt be fogom hozni, hogy szerintem gorgázni fogok, vagy valamilyen bosszokat fogok ölni oda, igazából mindig van csoport, vagy mikor, hogy van, lehet köztes bész szokott lenni csoport. És egy nagyon fontos dologról el is feledkeztem, úgy látom a videó elején, ami nem más, mint a klánom, ahová lehet csatlakozni. Jelenleg nincsen TS, azonban majd ezt valahogy korrigálni kellene, hogyha tudtok TS csinálni, vagy esetleg tudtok TS biztosítani, akkor keresetek fel mindenféleképpen. És a klánomnak a neve az igazából az Alcatraz Channel. Rosszaság megkapta a tiszti rangot, mivel nagyon aktív és teljesen is ő volt, igazából aktív volt, eddig összetesz a tagokat. Lehet jelentkezni kommentbe nála, és lehet, hogy vannak aktív tagok is, úgyhogy be is köszönök. Szóval azért gyarapodunk szépen, klánmester, én vagyok, azt én csináltam igazából ezt a klánt, látszik is a nevén, lehet ide csatlakozni. És nem lesz rossz igazából, nem bánjátok meg szerintem, hogy csatlakoztok. Folyamatos
Hát szerintem lesznek folyamatos videók, ha elérem az 50-es szintet. Bár ezért meg kell küzdeni. Majd valahogy megoldom. Hát majd, hogyha vége van a videónak, akkor beszélek igazából velem. Most egyelőre az van, hogy Skype-on tudtok csak velem dumálni, hogyha valami komolyabb okotok van, mert tényleg amúgy nem nagyon szoktam ráérni. Hogyha valami komolyabb ügyben kerestek, akkor először is vagy e-mailen, vagy Skype-on írjatok rám is, és majd ha van időm, akkor mindenféleképpen felhívlak benneteket. Klán jelentkezéssel a kommentben kereshetek fel. A TSM-et még nem tudtam megcsinálni, de remélem, hogy majd valahogy össze tudom hozni. A saját gépre futtatni igazából annyira nem jó dolog, majd egy hostot talán megkérek. Hát fizetni annyira nem tudok érte, de talán majd valahogy összehozom. Kapnak érte valami cserébe reklámot, vagy bármit, aztán hát hogyha sikerül egy TS-t, vagy valamit összehozni. Egyébként, hogyha van hostotok, akkor nyugodtan írjatok is, akkor egy reklámozásért, vagy valamiért cserébe szívesen bérelnék egy TS-t. Vagy esetleg nyitnék szervert, nem pont MTS szerver, de van másfajta játék is, amiről szívesen csinálnék szervert, mondjuk egy pontot, vagy bármi mást. És akkor abból is jönnének a videók, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem az se rossz. Team Fortress-es videó nem sokára várható. Igazából pontosan nem tudok mondani. Majd meglássuk, hogy fog alakulni. És igazából most már várhatok a vlogok is. Filmajánlók, vagy hasonló dolgok. Azok is jó dolgok, nem rossz dolgok. Annyi a probléma ezzel az egésszel, hogy már gyűjtöm, már az Undermount készletem az azért elég rendben van. Már hamarosan meg fogom tudni venni a helyet, és akkor azzal már elég jó lesz, fel tudom venni majd az olyan dolgot is, amiket eddig ott hagytam a pályán. Mondjuk a jó meg a rossz cuccokat is fel kellene venni, majd prémium tagságit, nos, prémium tagságival kapcsolatban annyi a véleményem, hogy én úgy voltam vele, hogy nem sosem fogok venni Undert, sosem fogok költeni a játékra, végülis egy játék is úgy akarom elérni, hogy ne nagyon költekezzek. De hát még átgondolom a dolgot, mert tényleg így már picit nehezebb. Mondjuk TP-tekercset szerintem nem fogok venni, az felesleges. Tökre felesleges. Na igen, és megvan egy lehívóm. Ami nem rossz dolog, ez sem. Talán egy kis életerőpontot. Közben, hogy hallom, gondolom, vendégek jöttek. Kutya az ugat már megszokhattátok szerintem. Nem fogja be sosem a száját. És meg lett a napi teljesítmény is. Nézzük ez ebben, hogy állunk. Hát még azért keményen kell küzdeni, érte, hogy 50-es szintet elérek ebből is. De azért még sokat kell izzadni. És ez még mozgékonyságra van beállítva. Kaptam már rengeteg legendás ilyet, de nem tudom, valahogy nekem sosem adja az egykezes, hanem mindig kétkezes legendást ad, és ritkától jobbat nem is tudok egyszerűen szerezni. Mert ez mondjuk lássátok, elég jó stattal rendelkezik, tehát koncentráció az meg az alap megvan. Úgy látom, fegyversebzés és sebzés, full sebzés, tehát ettől jobbat nem is tudok találni szerintem. Minden esetre megpróbálok majd. Igen, itt igazából ezt utálom a legjobb, amikor jönnek ezek a kis pókok, aztán lássátok, lassabb leszek, meg az életem is csökken, még esküszöm nektek, jobban sebeznek, mint a nagy behemótok. Jó, kitalálták igazából. Q2-ben még egyszer nem tudtam megölni a boss-t igazából. Talán tudjátok képzelni, milyen nehéz. Talán 50-es szinten már, amikor van 5 egyforma erősségű karakter, akkor már egy picit másabb a helyzet. Már azért sokkal jobban lehet haladni. Nagyon is ezeket a gyűrűket fel kellene szedni, mert azért mégiscsak 26 ezüst, elég sokat ér. Ládákat egyenlőre gyűjtögetem, ki tudja, mikor veszem hasznát. Ez a homokor az előző eventről volt, az egy nagyon fos event volt, nem is volt kedvem róla videózni. Tehát ez mégiscsak más lenne tényleg, hogyha 50-es szinten már csoportba mennénk, mert azért az mégiscsak más, mint egyedül szólozgatni. Bár hogyha tényleg nagyon erős lennék és mondjuk pénzes, akkor egyedül is mennének a dolgok, de inkább csoportba szeretek.
Szóval e-mailben ilyesmivel kereshetek fel, mondjuk Dökénzengel kapcsolatban, hogy szeretnétek segíteni így mondjuk csoportban menni, mert az igazából nem csak nekem segítség, hogyha mondjuk a 43-asok, most már jöhetnek a 44-esek is, és akkor mehetünk köztesbe. 44, talán még 45-es szintűek is írhatnak, és akkor mehetünk köztesbe, de szerintem vannak a nézőim közt olyanok is, akik már 50-es szintűek. Majd az akkor lesz hasznos, amikor 48-as és 49-es szintű leszek, mert akkor már tőlük jól fogom kapni a TP-t, és bárhol mehetek. Bár hát szerintem elég messze van az még, de az a baj, nem is folyamatosan csinálom, aztán nem tudom, mit várok. Folyamatosan csinálnám, akkor szerintem menne a dolog, elég lazán. Majd így középre teszek egy kis eszenciát. Addig is legyilkolom azt a népet, aztán majd oda berakom az eszenciát. Na, azt hiszem itt vagyunk az érintett területen. Most itt azt fogom csinálni, hogy berakok egy kis eszenciát, jó, most lehetne mondani, hogy eszencia nélkül is megy, de mégiscsak biztosabb. És nem tudom, nem találtam még amfora a ládát, lehet, hogy elhagytam szokásom szerint. Hát itt nincsen, de minden esetre most megvédjük a szüzet. Na nézzük, szüzi leány. De az mindig vicces volt, hogy a szűz, meg kell védeni a szüzet. De mit akarnak ezek megerőszakolni, vagy mit akarnak vele? Minden esetre itt mindig is szerettem itt lenni ezen a mappon, tehát ez a kedvenc eventem mindig is az volt. Bár PvP event is tetszett, amikor még PvP-ztem volt, PvP karakterem, meg ilyesmi. Az szerintem tök fasza volt. De így látom, hogy elég lazán látom. Szerintem eszencia nélkül is laza lenne, de azért így mégiscsak a duplája a dolog. Gyilkoljuk le. Mivel ezek mindig megtévesztenek, mert ezek nem tudom mit csinálnak. Valamit idéznek rá, fel a szegény ki van kötözve, tökre meg sajnálom. De az a szar, amikor vagyunk nem tudom hányan, és akkor egy gyerek mondjuk beköpi, hogy hoppá, nem adta meg, vagy meghalt, azt úgy jött be, és megint újra kell ölni, mert azért támadási hullámok, jó, most nem annyira nagy cucc, mert egyedül vagyok. Szóval, hogyha csoportban vagy, akkor meg az átrány, de annyival erősebbek a szörnyek, de mégiscsak jobban megéri. A leírásban végül is mindent megtaláltok, hogy hogyan lehet elérni, vagy mi is ez az egész. Hú, eléggé haldoklik szegény szűzi lány, lehívom kutyákat. Mindjárt én is meghalok, de amúgy ezek a kutyák, ezek tök faszák, ezek mindig kihúznak a szarból, ezért is szeretem legjobban a vadászt. Ezeknek is dupla sebzésük van. És oho, itt van a fő szörnyetag. De nem értem, hogy ez a Fraps, ez olyan dolog, szerintem lehet le kell ezt váltani, hogy még ez a játék is belagol, ami ez gépsekély szinte. Nem tudom észrevetőve, de nálam igen, mert hozzá vagyok szokva, hogy nem lagol, meg semmi hasonló. Az a baj, ez a jeges szörny szét fogja cseszni ennek a csajnak a mindennyét. Nem szabad hagyni. Azt tudod, hogy 4000-et rákritteltem. Azt szeretem. Ezt a madarat is szeretem. Vadász ez ugye eléggé kiegyensúlyozott karakter, tehát szerintem ez a legjobb. Ó. Nézzük, hogy állunk fel, és dolgok alapján 55. Hát látszik azért keményen, hogy farmoltam. Ez azért tényleg meglátszik. Láthatjátok ti is, hogy küldetések alapján, amiket csináltam, rendesen jött Undermont is, tehát a legtöbben már azt hitték, hogy rendeltem, de nem rendeltem. Valamint 93 darab szféra, ami azért is fontos, mert most már tudok eventeken, ilyen eventeken részt venni. Plusz látszik, hogy el is van használva belőle elég sok. Farmoltam vele. Még egy ilyen 5000-et hozzáfarmolok, és egy teljes event kivihető vele, de kipróbáltam az újabb eventet, annyira nem tetszett, hogy nem hiszitek el. Hova tűnt a másik eszenciám? Vagy elfogyott a zöld eszenciám, hát ez az elég ciki. Mindegy. Kék ellen fogunk végigmenni. És pont kész van egy küldetés is.
Szóval visszatérve a dologra, tényleg már annyira nem mozza a játék. Láthatjátok is, hogy egyre kevesebb a videó róla. Azért mégiscsak a GTA egy fokkal jobb játék. Meg jobban leköt, bár már az se annyira. De azért mégiscsak az fontos számomra az a játék, meg igazából fenn vagyok én itt teljesen állandóan, mert moderátor vagyok, és moderálom az embereket, meg ilyesmi. Szóval én fenn vagyok egy teljesen, de oda nem hiszem, hogy csak úgy feljönnének többen, de hogyha szeretnétek, akkor jöhettek. Igazából a CMTA-nak a teljeséről beszélek, oda bármikor feljöhettek. Úgyis moderátor vagyok ott, aztán értetek, csak ott teljesítfélben nem nagyon lehet dumálgatni, meg ilyesmi. Inkább marad a Skype, ahol privátba szeretnétek engem elérni, akármilyen kéréssel, óhajos olajjal. Mondjuk ezek se a legjobbak, mert láthatjátok, ezek a jeges gnomok. És jött egy kis eszencia, valamint obszidián gyűrű. Na nézzük, eddig összeszedtem, ez már 30 arany. Mondjuk nem értem, hogy mi a különbség, 43, ez is 43-os, de kettő obszidián gyűrű, de valami miatt ez többet ér. Nézzük is meg miért. Kreditet ad, ez is kreditet ad. Látszik amúgy az értékén is, hogy mégiscsak más. Ez 76-os, ez meg 41-es. Azért ez már a 270-es, de láthatjátok, hogy azért elég jó cuccai vannak. Mondjuk ez már 46-os szintre van felfejlesztés, a legtöbb cuccom, ami használható és értékes, az fel van húzva. Mondjuk ez a sebzés, és nem is tudom, mikor fogok ilyen jó cuccot nyitni. Kezdenek el avulni közben a dolgaim. Hát beleölök egy kis fejlesztést, mert elég sok darab van. Nézzük, erre rádobok egy 39-es szintet, és meg is vagyunk oda, és már ennyivel is menőbbek vagyunk. Igen, ilyenkor rám jön ez a csillámlás. Ez azt jelenti, hogy tudom sebezni karabosszát. Ezt meg pirossal fogom letolni, vagy lila eszenciával. Nem véletlenül, mert nincs kedvem tutajázni vele, és kíváncsi vagyok, mit ad. Nem ad valami egyedit, akkor meg is cseszheti magát, de egyedül amúgy annyira unalmas játszani, nem hiszitek el. Tehát azután, hogy ugyebár az MTA-n, hogy értsétek is, a GTA-n folyamatos csapatban dolgozás van, meg folyamatos TS kapcsolat, meg ott mindig van valami. Azután ez a játék annyira lehangoló, hogy nem hiszitek el. Még ki voltam mondom, hogy igazából akkor értem el ezt a magas szintet, mert azt tényleg fenn voltam TS-en, és akkor közben ezt játszottam. De azért mégiscsak azt jobban szeretem játszani. A két online játéknál igazából egy picit nehéz. Erről is lazában jönnek a videók. Ha az 50 szintet igazából rákényszállni igazából ilyen két hetet vagy hármat, hogy elérjem itt a maximális szintet. Nem kizárt, hogy majd megbeszélem a leaderrel. De annyira nem vonz, értitek, hogy mit mondok. Legalábbis remélem, hogy már annyira nem köt le, tehát az olyan, mint egy film, megnézel egy filmet, utána meg már unod másodjára. Mert már nincs új, amit mutatna a játék. Tehát az elején mindenkinek az a vágya, hogy elérje a maximális szintet, aztán így közte kitart, akkor az jó, úgyhogy nekem is ki kell tartanom. De 384 darab szörny van megölve, és TP alapján annyira sok mindent nem kapok itt. Szóval nézzük. 5 darab tündérfa. Azt hiszem 3 van itt. Jól emlékszem. 51, és lehet, hogy kapok 2-t is. 2 lehívót. Bár a más 140-nél van át, nem tudom. Talán sikerül, talán nem. Minden esetre ide már azért kell lesz a piros. Van nálam piros. Hát persze nincs nálam piros, és ki sem vettem, amikor eljöttem, nem gondoltam, hogy lesz rá szükség. Ilyenkor a felesleges tárgyakat ki szoktam dobni. Az a baj, hogy itt semmi nem felesleges. De mi lenne felesleges, mondjuk lélek. Ez most felesleges. És kidobjuk ezt is. Jöhet ez a fajta eszencia. Ez azért, hogy egy picit könnyebben túl legyek rajta. Itt azért a bosszal lesz egy kis harc, úgyhogy nincsenek itt szörnyek. Na
nézzük. Karabossa. Hú, de belaggoltam. Ez még robban is. Ez ilyen könnyű lett, srácok. Ezt meg nem gondoltam volna soha, hogy ilyen könnyű lesz. Sebezni se sebez olyan nagyon sokat. Hát ez easy. Ez így még üthető. Elég lazán. Hát adott itt nekem karabosszat, tündérkarma. Ez mi a fene? Ja, hogy mehetek a másik mapra. Egy csiszolatlan amatiszt. Hát semmi használható dolgot nem adott, srácok, semmit. Ezt elhasználjuk. Integetés. 10 sárkánypénz. És láttam olyan srácot, aki 1000-et is kapott. Nem értem, hogy ossza. Igazából nem lett annyira nagyon rossz. Lehet, hogy belátogatok majd a nehezebb szintre is, de inkább elteszem aztán majd, hogyha lesz valami csopire, akkor majd ott inkább elhasználom. Na jó, srácok, én köszönöm nektek a figyelmet. Hát gondolom azért volt tartalma a videónak, de ez már igazából ilyen volt. Minden esetre megköszönöm szépen nektek a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videóban. Én Alcatraz voltam. Sziasztok!